Nem csak pártelnök vagyok és pártvezető, társelnöke az MSZP-nek, hanem egyben egyéni jelölt is a főváros 18. kerületében. Itt a nézők között, itt van még 105 jelölttársam, akik nagyon keményen harcolnak azért, hogy megértessék a magyar társadalommal, miért fontosak az a szavak, hogy igazságosság, a szolidaritás, hogy miért kell a társadalmi különbségeket csökkenteni. Ez nem csak valami baloldali humbuk. A történelmünk és az élet, és az elődeink kiharcolták és megtanították azt, hogy válságálló társadalmak, válságálló gazdaságok és nemzetek akkor léteznek, ha ezek valóban érvényesülni tudnak a hétköznapokban is. Amiről igazából beszélni szeretnék önöknek, az az, hogy én speciál hosszú időre akarom a Fidesz politikáját távol tartani a kormányzati hatalomtól. Ahhoz, hogy valóban eredményeket tudjunk elérni, a Fidesz politikáját együtt hosszú időre kell távol tartanunk a kormányzati hatalomtól. Erről beszélnünk kell, ez az egyik legfontosabb előfeltétele annak, hogy aztán sikeresen kormányozzunk, hogy a politikai előfeltételeket megteremtsük. Ezért kell nekünk a mostani együttműködést, ami végre 10 év óta először felvitt bennünket a Fidesszel szemben a versenypályára, hosszú időre később is megtartani. Azok a pártok, akik most összefogtak, és azok a társadalmi csoportok, akik egyébként a pártok mögött vannak, és kiegyeztek, és egymás tenyerébe csaptak, ezeknek hosszú időn ezt meg kell tartani. A másrészt, ha valódi méreható változásokat akarunk elérni a magyar társadalomban, a magyar gazdaságban, a demokratikus viszonyainkban, vagy éppen a jogállam tekintetében, akkor mindenféleképpen valódi megoldásokat kell Magyarországnak ajánlanunk. Ez nem kevesebb, és nem lehet kevesebb az összellenzéknek, a demokratikus ellenzéknek az ajánlata, mint az, hogy új pályára kell állítani Magyarországot. Ez azt jelenti, hogy be kell fejezni Magyarországon az ismétlődő, megszorító politikára épülő gazdaságpolitikát. Véget kell vetni a NER-nek, a társadalmat végletekig megosztó, Magyarországot megosztó és a társadalmi különbségeket a végletekig kiélező politikának. Ha ezt nem tudjuk megtenni, nem fogunk tudni valódi eredményeket elérni akkor, amikor Márki-Zay Péterből miniszterelnök lesz, és sokunknak lesz feladata az, hogy ebből az országban mindenki egy picit jobban éljen. És végezetül hagyd mondjam el, Orbán azt mondja, hogy előre megyünk. Ugye ezt mindannyian hallottuk, kiírták a plakátokra. Azt is elmondja, hogy az elmúlt 100 évben a legsikeresebb 10 éven vagyunk túl. Hát innen üzenem, miniszterelnök úr. Akkor nézzük meg, hogy 2010-ben az Európai Unióban GDP tekintetében, egyfőre jutó GDP tekintetében Magyarország a 23. helyen volt. Most ugyanott vagyunk. Ja, bocsánat, a 22-ek, mert a britek kiléptek. Ment előre a NER egy tapottat is ebben az országban? Nem ment. 12 évnek már meg kellett volna mutatni ebben az országban, a rendszerváltás óta, hogy tud-e valamit a NER? Hogy van-e hozzáadott értéke? Nincs. Sőt, sok tekintetben ezt az országot visszavitték a múltba, és ami a legszomorúbb, hogy a rendszerváltás óta a magyar társadalom egészének erőfeszítéseit és eredményeit rombolták le. Meg kell szabadulni ettől a rendszertől. Nem csak az egészségügy miatt, az oktatás miatt, hanem azért, hogy a fiataloknak legyen jövője. Mert ahogy majd ezt később mondani fogják, most fiatalok, most akarnak változni. A nyugdíjasok most akarnak a nyugdíjukból kijönni, és ezt az Orbán kormány megtehette volna, de elfelejtette. Hajrá magunknak, sok erőt kívánok minden jelölttársamnak, és miniszterelnök jelölt úr, kedves jelölttársaim, sok erőt kívánok aztán majd a kormányzáshoz is.